Csumi csőtészt a csokoládé, sziasztok gyerekek! Őszinte leszek, az a nyomba, hogy abba hagytam az előző részt, már veszem a következőt, nem bírom ki, hogy ne csináljam. Annyira oda vagyok ezért a bunkerért már most, mint az atom. Atombunker. Atom! Az lesz a neve, hogy atom, azt szerintem ki is fél. Hány darab? Atom. Az csak négy betű. Öt betűs nevet kell atom gyerekek a bunkernek, rájöttem. Ez egy atombunker lesz. Még egyelőre nem upgrade-em fel, rájöttem, mert akkor így tudom cserélgetni ugye a blokkokat. Tök jó. Egyébként hasonló volt, csak egy ilyen cső alakú volt ugye az előző. Csak azzal a cső alakúval az volt a baj, hogy az nem volt tökéletes. Gyerekek, cső alak? Van cső alak? Van cső alak? Fél cső. Vagyis negyed cső. Ha lenne negyed cső, az a konkár negyed cső. Ne. Ne. Nem, most voltam meg. Ugye nem konkár negyed cső. Nem hiszem el, hogy ezt meg tudom csinálni. Van konka. Júj. Csak oda most nem tudok rakni. De ez egy őrült jó lenne így. Várj akkor. De Mária. Ez így marha jól néz nekem, nem? Ezt én gondolom ezt így, hogy mindenki. Hogy ez nem lenne rossz. Ezt miért veszem fel? Ez tök fölösleges. Fölvennem most ezt a pár frame-nyi. Ez ugyanolyan széles, mint három széles, és egy, kettő, három magas, ugye? Akkor gyakorlatilag egy konkrét cső fog kialakulni itt, hogyha ezt így csinálom. Gyerekek, azért a Creepernek megint elgurult a gyógyszere. Gyerek. Itt van egy kis probléma, ugye? Ezt vissza kéne szedni. És akkor ezt így. Jó, nem bírom ki, hallod. Annyira rá vagyok függve most. Így. Meg akkor... Az a baj, hogy ide nem biztos, hogy jó az a konkáv negyedcső. De miért ne lenne jó? Ide be tudok jönni attól. Aha. Jó lesz ez. Semmi gond, gyere, nincsen gyerekek. Ott megy egy zombie. Várjál, azt lekapjuk. Ó, az egy pont hátba jött. Ne! Na jó, van ide lehéz tüzésékkel. Attól félek. Egy hülyeséget csináltam, meglőttem egy zombi medvét. És ez nem tudom, nem futott föl. Hacker. Dögölj meg! Hát ide csaltam az egész brigádot. Az-e? Gyerekek, elég volt a huncutkodásból. Azt a krat, egy éjszaka lépek egy szintet itt. Milyen helyre költöztem, gyerekek?
Ó, a zombi medve itt rohadjál meg. Azt a betyám, mi a fasz? Hallod, itt azért megúrott a dolgokat. Jó, ez nem én voltam. Jó. Oké. Okay. Ó, ez a fél cső, ez a csöves dolog, ez nagyon jó lesz. Nagyon csöves lesz az ezek a bázisú. Ez jó lesz, hallod? Ez itt egy ilyen vízvezetékcső. Egyébként ez úgy lett volna jó, hogyha... Ez nem is tudom, hogy mekkorába. De jó lesz azért ez is. Így is. Na nyugodom. Jó, ne vonzzunk ide több zombit a lehetőleg, meg zombi medvét. De jól mondom, hogy lépek egy szinten az egy izé alatt. Ja, és akkor ez így lesz. És akkor tök jó. Ez tetszik. Oh! Jó, bocs gyerekek, építkezési projekt van ezerre. Nagyon jó. Ja, tudom, hogy egy kicsit megsérültük, majd leszünk aztán, akkor jobb lesz. Jobban érezzük magunkat akkor. Jó. Ezt ide nem fogok rakni, félcsövet, mert az így fog kiérni. Én úgy gondolom, ez így jó lesz. A bejáratunk akkor ilyen félcsöves megoldással fog készülni. Szomjasak vagyunk, szomjasak vagyunk. Szomjasak, meg éhesek is. El kell menni majd kajáért. El kell menni majd kaját szeretni azért. Nehogy az legyen, kifogjunk, azt itt éhen veszek. De viszont ez nekem ez bejön ez a struktúra. Jól néz ki. Hát igen, ott majd kell kívülre is majd egy rampát húznom. Ja, ezt ide kopizzunk le egy kockát, és egyelőre kockával dolgozzunk, aztán utána majd befejezzük ezt. Ne. Bele vagyok vezve a részletekbe olyan szinten egyébként. Annyira tetszik ez az egész. Megcsinálom a középső sort. Jó lesz, ez így jó lesz. Ez tetszik. Még kicsit hasonlít az előző bázisomra, de mégse pontosan ugyanaz, ugye. Jó, magasságot ugye így. Érdekes lesz, érdekes. Nagyon érdekes. A zombi medve mindig nem rohadt el. Szétszedje? Mit ad ez? Te, ez ad valami speckó dolgot. Adod valami speckó dolgot. Ez mi? Steroid. És ez csak steroid. És sok izéből. És mit lehet becsinálni? Cigarettát meg steroidokat. Lol. Nagyon komoly. Hát ezt nem is tudtam. Még hogy szétszedtem, de lehet, hogy hamarabb kellett volna. Na, ássunk tovább, gyerekek. A csöves megoldásomat, a bunker megoldást. Ugye ez akkor lesz igazán szép, hogyha betonból lesz majd meg. Még egyelőre nem annyira csinoskás. Hát kopogathatunk egy darabig, az biztos. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy... Ária? Ide ablak jön. Hogy meg kell csinálni a négy sort, meg közé... Nem eszik így se több blokkot. Mert ugye ott nem kell kiásnom, hanem jöhet ide kapásból a félcső. Úgyhogy ha belegondoltok, nem eszik több izé blokkot itt se. Egyébként 100 blokkot használtunk kb. Eddig, ami nagyon kevés. Azt hiszem 500-ot csináltunk, ugye? Így, látjátok? Így kell végigmenni, hogy elég a szélén, a másik szélén, fölül, meg alul, és ugye nem, ide nem is kell blokk. Vágott, hogy mondom, ide nem kell blokk, hanem elég ilyen kereszt alakba végigmenni, és oda meg ugye jönnek a jövők, az ívek. Úgyhogy ez tök jó, ez még takarékos is. Sőt, még takarékosabb is, mert ugye különben elmegy három sor, oda három sor, meg fölül három sor, így meg csak 1-2-3, 1-2-3, és oda már csak már egy. Úgyhogy kevesebb anyag kell. Szebben megcsinálod, és mégis kevesebb anyag kell. Ez tök jó. És egyébként baromi jó ez a hely, hogy így kapásból rálátsz erre a kiéget fölre. Hú, de jó, figyelj, itt ezt nem is kell kivésned. Ó, de jó.
rá lehet szar a kéget földre, kell mindenképp ide egy kilátó, vagy valami erkély, ahol tudok lüdözni. Nagyon sokat foglalkozok a bázis építésre, hogyha nem tetszik, akkor nagyon nem tud tetszeni. Szeretem, imádom a szimmetriát. Tudom, hogy a művészet halál a szimmetriát, de ez beteg jól fog kinézni betonból ám, tesóim. Ez beteg jól fog kinézni. Ezt komolyan mondom, ezt meg fogtok hallni, milyen jól fog kinézni. És ugye négy sort kivágsz, alul fölül jobbra-balra, és utána meg utána meg berakod a fél csöveket. Gyors is, jó haladós is. Jó vagyunk. Mindjárt félcsöveket. Kiások jó mélyre, utána jöhetnek a félcsövek, jöhetnek a következő. Mondjuk a következő ajtót még nem kell ide raknom, mert azért kibírja le. Látjátok, azért jönnek egy csomón, akkor jó, hogyha majd több rohamot kibírunk. Hoppá, minek ástam olyan mélyre, mi? Ezt nem tudom. Nem baj. Így jöttünk el. Még itt ezt kiásom. Javítókészlet kell, úgy látom egy csomó. Kell vasat égetnem majd. Kell csinálnom még egy kót ide is. Még mindig nem tudom, hogy a kót ki tudom-e szedni onnan, de lehet, hogy nem. Ja, így kell, és akkor jöhetnek majd a félcsövek. Jöhetnek is a félcsövek. Lekopizzuk mondjuk ezt, és akkor ugyanolyan alakú is lesz? Ne, az a nem ugyanaz, hogy aki... Oké, hogy lekopizzuk, de el kell forgatni sajnos. Látod? Mondjuk itt ezt ki kell ütni, ez egy nagy böcek. Ezt szerintem még ki kell. A kövem az lesz millió darab, gyerekek. Abban biztos lehettek. Ha megint nekiálltunk a élőnek. Építkezésnek. De úgy remélem látjátok, hogy mennyivel hatékonyabb lesz egy ilyen bázis, mint amit először gondoltunk ki. Na várjátok, forgassunk. Jöhet akkor alulra, hogyha... Várjál, ide. Ide, azt beszéltük, hogy ide lehet, hogy nem fogok. Mert akkor oda tudok még menni? Nem fogok tudni oda menni. Úgyhogy a legelsőhöz nem rakunk. Nem, ide rakunk. Ugye? Ezt beszéltük. Így. Még itt. Ezt a böceket le kell vernem. Hát az ilyen. De viszont nappal el kell mennünk majd egy kis kaját szerezünk. Ma más nem is. De kajagyűjtési projekt az kell. Úgy készüljünk, gyerekek, hogy azt muszáj lesz. Már itt hülyeséget csináltam, mi? Vajá? Ja, itt hülyeséget csináltam, azt vissza kell szedni. De baromi jól néz ki, itt vissza kell szedni. Kockát kell másolni. Így. És oda... Ide kell. Oda is egy. Ide kocka kell. Ide, nem ide. Oda kocka. Jó. Oké. Védelmi fú, de jól néz ki. Ezt a rohadt láda miatt nem tudom ugye felvenni. Itt lehet ugye ilyen. Ez nem gáz. A izénél kell, belül kell ugye egy ilyen kialakítanom egy ilyen részt, hogy oda tudjak állni. Itt, ide kell mindenképp a kocka. Hogy, ja, ezt így kell kockával megcsinálnom, meg ott is ki kell ásnom, és kockát kell beraknom. Gyerekek, egyébként én ilyenkor teljesen kikapcsolok, amikor így építkezek. Itt is meg kell csinálnom azt, oda. Meg oda is. Itt így kell megcsinálnom sajnos.
Mert be kell, hogy álljak oda, hogyha akarom ütni a zombit, ugye ide. De be tudok állni, tudom lőni, ütni, vagy akármicsoda. Nem tudom azt megtenni, hogy az ne ilyen legyen. Viszont akkor ugyanilyen távolságra még egy védelmi vonal minimum. Hoppá, meg is jött a barátom, gyerekek. De egyébként minek pazarlom a nyilat meg a mindent? Figyeljetek, mennyi zombi! Mennyi zombi oda, ott a szembe? Mindjárt figyelj, lopakodva. Bazd, mennyi zombi van itt? Brutális, hallod? Látok kapásból még négyet. Az nem halt meg. Most már igen. Hallod, ez nagyon jó az a hely. Az is meghalt. Az nagyon jó ez a hely. Hallod, itt annyian vannak az zombik. Össz már jó. Az is meghalt. Hallod, farmolom az XP-t innen, bentről. Ez durva, nagyon jó. Meg azt kéne csinálnom, hogy kivilágítanom azt a környéket, érted? Rakok le izéket, rakok le fákjákat, ezt tök meglátom, hogyha jönnek. Tehát ez egy állat. Ugye tök belátom ott azt az egész részt. Meg azt kell csinálnom tényleg, hogy ellássak így balra-jobbra, hogy itt is ezt kifalazni. Ó, gyerekek. Ezt a ládát majd odébb rakjuk természetesen. Jó, ez így meg tök az. Tök azt, mert innen tudom ütni őket. Simán oda tudok showzni. Tök jó. Viszont ide, erre a környékre kell a több rétegű védelmi vonal. Baró. Baró, esküszöm, nagyon imádom. Kopi? Úgy. Hány védelmi vonal legyen? 1, 2, 3, az a minimum. 1, 2, 3, 3? Hogy legyen több. És ugye mindig akkor nyitva kell hagyni azokat az ajtót, vagy hát igazából zsilipszerűen minden együtt betenni, az lesz a legjobb. Azért most annyira élvezem, hogy lehet lövöldözni is. Majd, hogy annyira nem látok, mert belevilágít a szememben a szar. És ott biztos, hogy van loot is. Ott mozgott valami szerintem egyébként. Ott jön. Katona zombi, megint be az a beszarsz. Mellé. Ott megy, bazd. Ez nagyon jó hely. Imádom ezt a helyet, tesóim. Hallod? Ide kiállsz, azt egy unalmadba lövöldözgetsz. Jó, ez nem találtam el. Várja! Nézzük meg ezt a baseball ütős dolgot. Ide bálok. Perfekt. Ennél jobb védelmet nem tudok elképzelni most. És az ilyen, ugye ilyen saját kurfőből van, tehát nem az, hogy most megnéztem valahol interneten. Nem láttok még zombit? Ezt nagyon élvezem. Ott van, bazzeg, valahogy folyamatosan tudsz itt zombira vadászni, tesó. Hát ez hallod ilyen izében, ilyen zombis filmben illő jelenetek, hogy így kiállsz, érted, azt így vadászgatsz. Itt tényleg azt kell csinálnunk, amit beszéltünk, gyerekek, kell oda egy erkély, ezt onnan itt csettegtetsz, érted. Bössz, be jó! Esküszöm, valahogy fél szintet fejlődtem a semmiből.
Ha lenne egy szkópom, lehet, hogy erre rá lehet rakni a szkópot egyébként? Ha. És ott is egy katona zombi. Megőrülsz, hallod? Itt folyamatosan föcsögnek a zombik. Ennél jobb helyet nem találtam volna. Mellé az a... Jó, messzi van a... Most még már nem látom a fától, de azt elkapom baza, akkor is már. Ott is egy... több is van. Ilyen fába izé szórakozza. Meg is volt. És ott is egy hallod. Meg ott is jönnek. Ez is meg volt. Folyamatosan itt jönnek, onnan a zombik föcsögnek, hallod? Ott is egy katona. Beszarsz! Itt van az, szarrá tudod farmolni magad. Az meg leesett a tüzére. És meghalt? Az valahonnan leesett és meg... Ja nem, vagy mi? Jól elkapta, vagy ott is egy zombi. Egysően. Azt nézem, az nem a loot. Nem a dobott az egyik egy lootot. Megnézem gyorsan, pillanat gyerekek. Az nem loot? Lehet, hogy dobott az egyik egyet. Meg így írtam itt egy Riley-vel. Nem dobott egyet. Nem a szart nem. Alul, itt kinyíltam a zombit, bazza. Jó. Nagyon jó. Hát nagyon-nagyon jó. Hallod, ez a helyem. Ez, életemben nem volt ilyen jó. Életemben nem volt ilyen jó, ilyen jó bázis helyem. Hogy innen bazzeg rálátsz a zombikra, tényleg olyan kicsit följebb. Tuti, hogy fogok csinálni egy izét, egy R2-t, érted? Mert ma innen magasról is sokkal inkább rálátsz. És föcsögnek, főleg éjjel bazzeg. Hogyha nem volt itt 20 zombi, akkor nem. Hát 20-nál sokkal több zombi volt. Bösz nagyon jó. Jó, de jó. Na, tényleg, bocsánat, hogy... Szerintem megint ott van egy mondom, ezek kérik a pofont, jönnek, érted? Jönnek a pofonért. Jó, nem bírom ki. Bocs, tényleg, hogy itt ennyit tököltem. De ez bösz nagyon jó. Imádom. Már ennem kellene. Napközben megyünk majd kaját szerezni, mert... Mondjuk egy délig dolgozunk. Azt elmegyünk kaját szerezni, mert kicsit te vagyok azért a multizálódva kaja ügyileg. És ez nem lesz olyan jó nekünk, nem lesz olyan mire. Csapjuk neki. Befúrjuk magunkat frankon. Középen kellene egy vájatot készítenem. Akkor megcsináljuk, hát szerintem azért lehet, hogy egy 4 darab. Zombi hordakor azért nem ártana egy 4 darab védelmi vonal, sőt, még lehet, hogy többet is én szerveznék, de inkább azt fogjuk csinálni, hogy lesz védelmi vonalak, és közben majd ide beiktatunk dolgokat, lehet, hogy csinálunk csapdát, ami belepotyoghatnak, meg hasonló ilyen ötletekkel dolgozunk inkább. Csinálunk egy 4 védelmi vonalat, és hogy azok között majd még meg esetleg nehezítést. Vagy a negyedik védelmi vonal mögé egy rettenetesen mély tárnát. De várjátok, azt ki kéne próbálni, hogy zuhanástól megdöglenek a zombik? De a zombi ott az meghalt, és nem volt ott semmi körülötte. És a hegyről eshetett le. Majd, hogy zuhanástól megdöglenek a zombik, akkor nyert fiúk van gyerekek. Nem? Ágod. Ágod csótány. Ez meg elromlott. Javító készlet 5 van meg. Ja. Addig nem akarok letáborozni, hogy itt elkezdek építkezni mindenféle dolgot. Először csináljuk meg tényleg az egész struktúráját a bázisomnak. Van bőven frémem,
Ugye utána csak upgrade-elget nem kell, de legyen meg teljesen. De nézzétes, hogy... Még egy wyatt-ot ki kell csapatnom. Egy-kettőt. Nekem kövem az annyi lesz. Nincs egy kővilágon. Most tényleg az... És ez, imádom most ezt. Lehet, hogy elmehetnénk a traderhez. Körülnézhetnénk a tradernél ma. És akkor közben meg esetleg mondjuk kaját, azt nem hiszem, hogy a kiégett, vagy felrobbant földön találok. Megcsináljuk a hányadik védelmi vonalat? Tudjátok mit? Még egy védelmi vonalat csinálunk, azt megyünk, akkor körülnézünk kaját gyűjteni, meg ilyesmi, oké? Okay? Meg elmegyünk a trader, meg felderítjük, hol van itt a trader. De nem gyalogszerrel fogok menni, közbe vadászunk. Lesz kill pontunk. Egyébként ezt, hogy így meg tudom valósítani, hogy itt tudok bányászni, ezt tök nektek köszönhetem. Seduk? Nevezetű néző? Írta egyébként, hogy írogattam nagyon sokat, hogy erre pakoljak. Rogyásig. És ez a, tényleg ez a szexuál Tyrannosaurus, ez nagyon kell. Hogyha szeretsz építkezni meg bányászni, én meg egyébként másra szeretek. Megcsináljuk a harmadik védelmi zóna. Harmadik védelmi zóna után meg lehet kihagyok egy ilyen nagyobb szakaszt. Oda néz, ide beástam magam, és itt még magasabb dolgok vannak, úgyhogy... Ez nagyon jó lesz a védelem itt. Egyébként a fákjákat egy kicsit innen elvenném. Inkább majd rakom oda mindig egyet. Meg ugye később, ha lehet lámpákat készíteni, elektromosság, akkor is mondjátok, hogy milyen csodálatos dolgok lesznek majd még. Jó, de nagyon ráfügtem erre a játékra. Állandóan tolnám. Mint a lopott, dugnál, mint a lopott biciklit, mi? Tolnám, mint a lopott biciklit. Jó, ahhoz, hogy elkezdj egy ilyen bázist, azért kellenek olyan alapok, ugye, hogy legyen annyi, ez például skillek legyenek felhúzva, tudjál jobbfajta csákányt csinálni, mert különben borzalmasan lassan megy. Mi gyerekek? Frankók vagyunk. Második védelmi vonal, és akkor kiszámoljuk, hogy hány blokk. 1, 2, 3, 4. 4 blokk van közte. De úgyhogy innen. Tehát 1, 2, és akkor még kell 2. De be is rakom. És akkor innen jön, ugye 4. 4 blokk volt. 1, 2, 3, 4, mert ott a láda. És 1, 2, 3, 4. Tehát akkor ez így jó, akkor utána már érkezik a következő védelmi vonal. Éhesek vagyunk. Figyelmeztetés, hogy menjünk a francba, mi? És ugye fel is vehetnék küldetést, hát de mondjuk nem a küldetésre vagyok most ráfüggve. Megcsináljuk a következő védelmi vonalat, mármint így frame-ből, és akkor veretjük. Most néhány rész óta vagyok úgy, hogy teljesen ráhangolódtam a játékra. Pedig így, hogy oké, haladunk, de most nagyon imádom, most nagyon ráfüggtem. És akkor itt lesz a védelmi vonalunk? Itt, ugye? Itt lesz. Ez pont ugye annyi. 1, 2, 3, 4, 5. Ugye 1, 2, 3, 4, 5. Kész. Nincs itt miről beszélni, gyerekek. Várj, itt ezt ki se kell ütnöm? Elnézést. Ezt kell kiütnöm, egy toldat.
Úgy. Különben kint nem, a zombi ki arkál, nem gondolom ilyenkor is. Nem látunk egyet se. Éjszaka jobban vannak? Gondolom, nem? Oké. Okay. És akkor jöhet fölülre. Mert ugye itt így kell. Igen. De jöhetnek a fél... Milyek? Fél blokkok majd. Ide meg jöhet. Még kettő egész blokk. Oké, okay, ide jöhetnek az, megint az egész blokkok. És akkor már csak a ezek kellene ezek a konkávok. Ezt ki is másoljuk. Milyen alakú pont olyan, amelyik nem kell nekünk, fordítsunk rajt. Még közben volt olyan, ami jó lett volna. Fölülre. Milyen baj. Oké. Okay. Oké, okay. Na gyerekek, akkor megvan egyes vonal, kettes védelmi vonal, és akkor egyes, kettes és hármas védelmi vonalig meg vagyunk. Mind gondolkoztam, még várjál. Egyébként meg kéne nézni, föl kéne menni erre, mert meg kellene nézni, hogy mennyire mély, később is ilyen mély ez az egész, nem hogy befúrja magam, aztán itt már csak nagyon kevés blokknyi védene. Úgyhogy felmászunk, megnézzük azt. Pakoljuk ki az olyan dolgokat, amik nem kellenek, ha egyszerűen talán van helyem. Meg esetleg van olyan, ami rá egymásra kerül, várja. Ez így van, ez így van, ez így van. Oké. Okay. Ami annyira nem kell, azt maradjon. Mondta, a motort se vinném szívesen. Jó, egyelőre így leszünk. Mert nincsen nagyon helyünk. Ezt leszkleppelem. Más nem tud elrakni. Egyébként azt a pisztolyt, ezt a legszívesebben leszkleppelném. Jó, mindegy gyerekek, menjünk. Yeah. Még az a puska sem nagyon kell nekem. Jó, ez így megyünk gyerekek. Oké. Okay. Megnézzük, hogy milyen fúga jól néz ki, nem? Hallod, ilyen full védelmi vonalak, ez brutálisan néz ki. Itt ütött az a medve valamit. Ja, itt is ugye meg kell csinálnom azt, hogy még egy kicsit följebb legyen egy ilyen védelmi plató, ezzel a 45 fokossal, így, mondjuk eddig, és akkor az is ugye véd minket. A... Ja, jó lesz egyébként, tetszik. Ugye ezt elveszítjük, gyorsan befutunk ide, beteszünk az ajtót, még egy védelmi vonal, elveszítjük, még egy védelmi vonal. Szerintem három lehet, hogy elég lesz, utána hagyunk ki egy hosszabb részt, amiben később ugye be tudunk építeni bármit, viszont erre nekem fel kellene másznom, meg kellene néznem, hogy milyen, megnézem, hogy milyen mélyre építkeztünk egyelőre, azt megjelölöm, mondjuk, azért nem kevés, megjelölöm mondjuk a közepével az illnak, mert nem nagyon tudom, hogy ez pontosan hogy működik, közepén elnyillak. Megyünk és megnézzük, hogy hol van például... Hol a trader, de viszont erre fel akarok mászni. Jó, kajásak vagyunk. Kaját azt elhoztam el. Ja, meg kaját kell szereznünk minden áron. Áron, minden áron. Franko. Ilyen a kajaszintünk egész jó. Ez az lenne jó, hogyha mindenhol ilyen nagyon magas lenne. Hát figyelj, azért ezen a zombi, amire leássa magát, arra lemegy a nap, tudod. Hallod, ezen? Jézus, hallod, ilyen magasra csinálnánk egy izét. Ide valahova egy... Ide mindenképp kell egy ilyen kilátószerű, hallod, nagyon kemény ez a hely. Hát ez nagyon jó, ez imádom. Na, meddig tart ez? Nyomással, mennyi? Bazz, mi van itt? Ez a teteje? Úgy gyerekek, hát ez... Ott jelöltem meg, és itt még mindig ilyen magas, hallod? Meg még magasodik. Jó, ebben büdös életben soha nem ásnak be, ide mehet akármilyen mélye.
Jó, hát ez egy ilyen hatalmas nagy hegység. Ez brutál, ez nagyon tetszik. De viszont ide föl valahol egy kilátot mindenképp csinálunk. Na viszont most valahogy le kéne jutnunk. Sanyika nyugi, most még videózik apa, aztán utána. Sanyika nyugtalankodik egyébként. Sokat játszik ez a játék, a videózok, aztán most nyugtalankodik. Ja, azt kellene meg. Ott a zombi. Igen, ide lenne egy kilátó, minden, ilyen magasról kávé, nem is kell magasabb rossz, akkor figyelj, így. Jó, van, olyan zuhantam elébe van először, André. Azt se tudja, hol vagyunk, hallod? Brutál, nagyon jó. Á, ez föl nem foghatod, mennyire jó ez a hely. Ezt annyira megtaláltuk, Istenem. Várj, a motor az hol van? Akkor már menjünk a motorra, ha már annyira van. Majd meg kell tankolni, nem? Oké. Okay. Sanyika, nyugi! Nem jössz fel most, mindjárt apa végez, jó? Elmegyünk, megnézzük a trader-t. Hogy hol van. Ja, meg kaját kellene szerezni, úgyhogy nem kéne elmenni a különböző vadállatok mellett. Hát nem tudom, a trader merre lehet, de itt körülnézünk erre egyelőre. Ez egyébként tényleg, ez valami csúnya vidék. Hát erre kaja az biztos, hogy nem lesz. Viszont madár azt tudja, hogy lesz. Ah, ja, nem is jött. Menjünk tovább gyorsan. Felfedezünk. Hát lehet, hogy nem azon az úton van. Itt szerintem visszafordul az út talán. Azt akkor megtudjuk, hogy visszajövünk arra. Igazán ott egy medve. És az nagyon bírja egyébként, ahogy észrevettük, ugye? Ha nem nagyon bírja, hanem brutálisan bírja, olyan, mint a Terminátorban. Beöltem, hogy 20-at, aztán vigyorgott a szentem. Jön a madár. Ja, itt visszafordul az út. Megyünk egy kört, körülnézünk. A tradernél, ha lesz kaja, megveszem. És nem akarok annyira sokat vinkódni a kajával. Ne építkezhet nékem van. Ja, itt is, itt vissza is fordul az út. Baj van. Nem mondod, hogy az összes fegy... Pont az összes fegyverben egy darab lőszerem nem volt. Ott meg egy medve majdnem ráhátráltam, hallod? Ez nem veszélytelen egyébként ez a hely. Igen, ez vissza fog fordulni, de itt kellene lenni elvileg valahol a trader. Hoppá, mi ez? Csávó, figyeld, rendőr zombi. Ott megy a rendőr zombi, hallod? Így lazán. Ja, csak simán. Ez kemény ez a hely tényleg. Mi a szar ez? Füstöl a kémény. Ilyen a trader, ne szórakozzá. De jó. És ez mi az a hely? Oda néz ott. Mik ezek a világító helyek? Figyelj. Egy lámpafény, mondom, mi a szar? Na bazza, menjünk be, hát kemény a hely. Ott van egy idő hűtő fönt, lol. És ez a trader, de jó. Ott meg van egy zombi kutya, megőrülsz bazza. Hát menjetek a francba, milyen helyeken járunk gyerekek. Nem mondod, üti az ajtót, bazza.
Ez olyan nagyon brutál ütőfegyver lesz. Ez a zombi kutyával meg majd kell valamit csinálni. Ide néz milyen a trailer, nyitva van az ajtó, meg minden. De durván jól néz ki. Ez állat, és meg lehet turkálni az asztalán. Hát igen, nem sok minden van. Hello, over! Hol vagy te, bazzak? Hallod, mutasd már. Night Vision, 6000 ér. Az nagyon komoly. Milyen fegyó van még? Nem fegyó. Armor. Military leg armor. Was a night vision. Mi ez? Védi a arcodat, de nem működik? Amúgy nem működik? Ez komoly? Ez komolyan azt írja, hogy nem működik? Ez hülye. Na, kajár nincsen, tesó. 180, 180, de ezeket lószat se adnak. 15 fúrot adnak. 20 fúrot, 15. Meg kell nézni az automatában, az jobban lesz szerintem. Hú, semmi. Nuku, tesó, nem vagy nagyon elerezve egyébként, úgy látom. Van workbench-e. Van workbench-e 6000 ér, viszont ez egy jó dolog. I'd go broke with more customers like you. De megmenném apám. Hallod? Meg ilyen magok. Meg durva ki lehet izajárni és zsebelni a fickót. Na mondjuk nem egy, nem egy nagy, nem nagy eresztés dolgok vannak benne. Ugye ez nem kivitt. Nem jó. Ez ilyen izé, ilyen farmer csávó volt. Köszönöm, jó. Ezt el kell adni neki majd. Egyébként ez tök jó a hely, ez nagyon tetszik. Ez vicces. Jó, meg van csinálva. Tök jó, hogy éldegél itt a... Nézd a jövő. Kukoricát lehet, hogy le tudnám szedni, nem akarom. Basza, ilyen kerítés van itt csak tík. Ú, basza. Bele is akadtam a drótba. És itt ez a busza jár a csávó, vagy mi? Ne őrítsé meg. Van neki egy busz a gyereknek. Mondjuk a kutyákat ki kéne nyikálnom, mert különben nem fogok tudni kijönni. És nincs automatát, tesó. Automatája nincs. Hogy a francban valahol fel kéne másznom? Ott van egy izé. Forcs. Jó, körülnézem meg. Hol van a izé? Hol van ez a hülye kutya? Nem jön rám? Ott van egy gumi, arra megpróbálok felugrani. Meghalt. Te kutya. Hatta. Találom-e? Nem akarok kimenni, nem akarom kigyeretni magam. Most lőttem szét a fejét, jó. Menjünk aztán haza szerintem. Hát kajáügyben nem lettünk jobbak. Nincsen automatája, úgyhogy lehet, hogy megveszem tőle. Megnézzük ott mi van. Hát, hogyha van valami út. Kilátóba. Itt is egy kutya, jó van, azt ki kéne nyírni. Eltalálom egyáltalán? El, már meghalt. Jó, menjünk. Menjünk haza. Na, menjél-e. Menjél-e a létrán, tesó.
Nem tetszik ez a környék egyébként. Ezer kétszer... Ja, mert az előző is volt. Ja, nem tetszik ez a környék, de legalább... Ja, szomjasok vagyunk. Meg éhesek vagyunk. Meg kéne venni tőle a kaját, mert semmi kaja nélkül olyan, annál biztos, hogy jobb. Megveszem a kaját, jó? Azon mindjárt megint szintet lépünk, hallod? Ez a környék, ez brutál jó. Százszor jobb, mint ez. Jó, egy kicsit veszélyesebb. Add oda az összes kajádat, testvérem, mert bajban vagyok. Éhes vagyunk. Hol a kaja? Ez nem kaja? Ja, nem. Tojásokat. Adod a tojásaidat. Jó. Don't let the door hit you on your way out. Ó, automata. Mit van-e? Az új, öt food. Jó. Ez mi? Food? Öt? Nekem foodra kell, most tudom, hogy ez más dolgokat adnak, de nekem food legyen. Öt food nem érdekel. Na! Oké, okay, húzzunk a Prágba. Megyünk haza, jó? 8 óra 32, egész gyorsan csináljuk a dolgokat. Na, most már tudom, hogy hol van, és nézd meg, hogy itt van a bázisom, és itt följövök ezen az úton, és annyi. Ja, egy küldetést nem tudok fölvenni itt. Futkodok, mint töketlen kutya, tudom. Na figyelj, haver, mit? Ah, vannak csapjai, és tier 1-esek. Kiásni, de clear zombies, 358 méterre. Figyelj, én milyen merre vagyok? Én vagyok. Kelet. Észak-keletes küldetés kéne. Észak-kelet, az azt jelenti, hogy north. Ez. Ez a küldetés kell, és ez hova is mutatja? Soha faszok nem mutatja. Hova mutatja, tesó? Ja nem, még az előzőt mutatja, várjál. És akkor mutasd ezt, tesó. Hova mutatja? Hí, de mutatja majdnem oda, ahol lakok, látod? Jó. Meg tudom csinálni, ahogy van. Mi a probléma? Menjünk haza. Menjünk haza, építkezni akarok még mindig. Küldetést tudom máskor is. Várj, merre kell mennem? Itt beszéltünk? Igen, itt. Itt és elfordul balra az út valahol itt. Hol fordul el itt az út? Elfordul el. Pedig balra elfordul valahol az út. Elnézést. Most meg már jobbra. Pedig hol látom itt az elforduló utat? Ja, a hátsó kiáratok kell róla kivennem. Nem rá megyek valami aktára, mert megőrülök. Itt kell róla kivennem, ugye? Így. Jó, mindjárt ott hol vagyunk. Ott szemben szerintem a nagy hegyben ott lakok. Ó, nincs messze. Elnézést. Szomjasan vagyok. Jó, összevettem mindenféle kaját. Na, már egyszer jó. És akkor építkezés lesz tovább nagy valószínűséggel. Na, ki is értem ide. Itt legorulunk. És már otthon is vagyunk. Küldetést nem csinálok, most egyelőre nem érdekel. Egyébként borzalmas a sok XP-t. Ezen a részen itt nagyon sok XP-t lehet farmolni. Ha, bele vagyok őrülve a játékba, gyerek. Nagyon imádom. Madár, erre jártam, gyerekek. Esik az eső, minden baj van. Megyek ide a jobb oldalára, itt már nem esik az eső, itt már jó idő van. Ugye pont rajt vagyok ezen a határon, és ez nekem nagyon is tetszik, hogy itt rajt vagyok ezen a egész határán. Ezeket is végig kell lootolni majd meg minden.
Ott van valami. Fú, ott is egy ilyen... Jó, kutya gyerekek, kutya álmajom. Nem állunk meg. Jó. De motorra mégis olyan nagy hülyeség járkálni amúgy. De itt letelepedni, ez volt a legjobb döntés, amit eddig ebbe a játékba meghoztam. Hogy rohadj meg, te nyúl. Az eszutott világja. Jön vissza, támad, bazd. Ha megnyugodnál már, te nyúl. Hallod, ennél izgálgább nyúlat még életemben nem láttam. El kell menni majd vadászni komolyabban. Egyébként az erdős helyen elvileg ott van izé is. Van szarvas, ugye? Meg vaddisznó. Be is járok. Még minek járok be? Leszállok, azt fölveszem, nem? Itt van neki is annyi esze, hogy tyuknak bele. Jó. Oké, és kacok. Na. Épülés lesz tovább. Ez mi ez a izé, amit szereztem? Ez valami nagy bar, bazze. Ez mennyit sebez? Block damage 93. Valamit nem értek. 93 block damage. Ez még 49. Ez most nem mondod, hogy ez a balta. Ez ilyen... Ide ebbe is sebez? Ide nem, de lehet, hogy a fára meg igen, ugye? Várjál. Ez lehet, hogy ilyen fa... Bazen itt fát is tudok gyűjteni. Most nagyon jó. Várjál, megnézem ezt a fán. Ezen a fán, hogy mit művelek ezzel. De úgyis zavart, mert itt a kilátás zavarta. Ez 170-et ütött ezen a fán. Azt a rossz se vegye meg. Azért vannak itt komoly dolgok. Na. 170-et ütött a fán, hát kipróbáltam volna szívesen egy másikon is. Ugye a sima bal támad. Ja. Ez többet. Oké. Okay. Oké, gyerekek. Ja, ott ezt a medvét egyébként megrözzögetném. Nem bírok magammal. Ezt meg kéne javítani. Ezt megrözzöntjük ezt a medvét, hogy nap végére még legyen valami kis izgi-bizgi. Na miért ne? Próbáljuk a fejre. Megáll. És egy fejlövéssel indítunk. Talán így aztán nem fogok fejlövést leadni. Elbújok. Hát, hogyha nem vesz észre. Ez nem jött be, várja, most legalább kipróbálom rajta ezt a szart. Úgyhogy sem. Ez elég brutálisan néz ki, nem? Gyere ide, tesó! Most ez mit csinál? Fugyodik? Jaj! Hogy ez nagyon félelmetes egyébként. Ja. Bazen, ez nagyon bírja. Ezzel nem szabad összeakadni, hogy nyílt terepen. Ezzel nem. Te hallod, ez meddig kell ütni? Fejre ütöttem az összeset. És csak 826 izét adott. Vagy 25 XP-t. Én nem tudom már hova rakni. Bakker. Jaj, bón, mindenhova potyog. Jó, hát ezek mennek a levesbe szerintem. Szóval már van, Jézus, mint ledör. Jó, itt rohadt, Jézus, azt a betyár. Várj, van egy ötletem, hogy mit tudok csinálni még.
Egy pillanat, gyerekek, egy pillanat. Itt vannak bajok. Úgy. De már ilyen pont nem ez kellene. Acél az amúgy se legyen nálam. Ezt akkor össze tudom kapni ezt a sok szart. Mert azt mondjátok, hogy ennyi loot kiesett ebből, nem szerel össze Keeper. Salódottak vagyunk. Egyébként jó, hogy itt vagytok, mert én néha így félvárról venném a dolgokat, elmondom nektek. Így legalább a hülye Keeper az próbál néha helyesen cselekedni. És még mindig csak 140 darab blokkot használtam fel. Úgyhogy ez nem olyan rossz, ne ezt lekopizom. Aztán tényleg most már abba hagyom már a videót, már rohadt hosszúak ezek a részek. Ez legyen egy kicsit rövidebb. Ja, ez így fog kinézni. Borzalmasan jól néz ki, gyerekek. Azon gondolok, hogy ezt nem tudtam volna még máshogy megcsinálni, mert akkor hülyén nézed volna ki, ugye? De ezt a felsőt, ezt még tudtam volna. Ezt itt ki tudnám verni. Madár van, de. Ezt itt a felsőt, ezt ki tudnám verni, és meg tudnám csinálni ilyenre. És akkor teljesen úgy lenne. Ez jó néz neki. Uh-huh. Ezt még kijebb lehetne hozni, de... Ja. Ez valószínűleg... Ezt kicsákányolom. És ezt kicserélem. Ezt az egy sort. Felső izé lesz, tömör blokk, a két szélső itt is olyan lesz. Ilyen konkáv. Úgy, kicserélem konkávra ezt a kettőt. Mert itt meg lehet csinálni, nem tudom miért nem csináltam meg. Jó, gyerekek, ne haragudjatok, hogy ennyit tökörök, de annyira nyilvánra össze a játékot, hogy egyszerűen nem tudom letenni, és ezt tudom, hogy már lehet, hogy a tökötökön folyik a víz, hogy már állandóan ilyen hosszú részek, meg olyan hosszú részek, meg mindig csinálja a Keeper itt a hülyeségét. De nem bírom ki. Betonra rá kell mennünk, gyerekek, minél hamarabb, mert nem tetszik ez a Gabbustone egyébként, ez csúnya. Meg acélt utána lenne, többivel acélom baza, és csinálhatnám a izét a full acélból ezt megcsinálni. Ez lenne a legjobb. Szomjasak vagyunk, és ezért ennyire fogyasztam minálunk. A vizem. Na, még vizem, baza, vizem van. Van vizem. Ilyenkor mit nyerek vissza? Követ? Semmit? Plate meg követ. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Na várj, akkor ezt lekopizzuk. Nincs. Hogy na. Ez meg, hogy néz ez ki, te Jézus Isten. Hát ez a hely. Ez betegül néz ki. Na. Meg még, akkor még lesz 1-2-3. Többet nem is lehet, hogy nem csinálok. Vagy lehet, hogy még csinálok egy védelmi vonalat. És utána lesz a izé. Utána lesz a nagyobb rész, és akkor utána lesz az a tér, ahol tudok létezni, de azt lehet, hogy ilyen dupla fal vastagságúra. Nem, azt nem fogom dupla fal vastagságúra, hanem azon kívül létrehozunk olyan részt, ami ilyen pánikszoba jellegű lesz, és az ilyen három blokk vastag lesz, és ugye fel fogjuk upgrade-elni őket minden együtt betonra, hogyha tudjuk. Mondjuk nem tudom, hogy fogom megoldani, de valahogy meg kitaláljuk. Nincsen valaki itt még egy kis lelövésre? Itt mindig járkálnak az emberek, imádom. Ott megy a zombi, jaj, nem hiszed el! Hát ez kemény lett volna, ezt teglövöm. Ez a legjobb hely hallod a világon. Hú, hogy másfele mész. Hát ezt annyira élvezi a képen. Szándékosan nem megyek be amúgy abba az épületbe még.
És az a jó, hogy innen lövöd, és látótávolság frankon, meg nincs az a izé, az a hülye zene sem, meg semmi. Itt egy kicsit rosszat tett velünk. Mi van itt, gyerekek? Ja, itt még nincsen felupgrade-elve, jó, nyugalom van. Valahova, nem mondom milyen magasságba, valami, nem, még talán ez magas is, ilyen magasságba csinálni fogunk egy ilyen erkét, oké? Okay? Egy ilyen zárt erkét, így ki fog nyullani betonból, még egy kicsit följebb, vagy előbbre, így, és akkor onnan meg nyitható ajtók, és onnan fogunk csettegetni a zombikra, föl tudunk jönni éjszakánként, és akkor így jobban belátjuk. Messzebb állátok, ugye az egészet. Még egy kicsit még előbbre nyúlik. Ez nagyon tuti lesz. Ellátok tök messze. Ja, és az viszont a központi teremből fog így előre jönni. Itt megint egy folyosó lesz. Tehát ugye a központi teremben lesz egy létra. Ugye még jóval beljebb. És ott fog fölmenni, és úgy fog előre nyúlani. És az egész egy ilyen masszív beton folyosón, tehát ott se tudjanak betámadni. Nagyon jó, gyerekek. Jaj, végre megoldódott. Végre egy olyan bunkeren van, összeszorom magam. Imádom. Ide egy kicsi platót csinálunk, hogy ott azért védve legyen. Nagyon jó. Na, olyan, nincs egy zombi. Eltűntek? Ide meg... Már nézzünk, gyerekek, hogy mi van itt. Megnézzük, mi a szituáció. Csak az a baj, ide bemegyek, már akkor ilyen horrorisztikus izeik vannak. Horrorisztikus dolgok. De figyelj, ez kemény. Szóval mondom, ez kemény. Ha? Hello, szomszéd, mi van? Nem örülsz a vendégnek? Komolyan. Van kávéd? Egy kávéval megkínálhatnál, szomszéd. Nincs, elfogyott ott a kávé. És nem hiszem el, hogy nincs itt senki. Nem hiszem, nincs itt hol senki, tényleg? Ó. Oh. Oh. Szomszéd nem szeret olvasni, úgy látom. Ennyi volt? A szomszéd az... Szomszéd ennyi voltak a dolgok. Jó, nem akarom szétverni direkt ezt a kis házat. Egy kis hangulat. És szerint kaját ezt le. Ó, szomszéd. Szomszéd. Mosógép. Mosógépben nem tudom, mit keresnek a ideig, horgászolmaiért. Biztos bemaradtak a zsebedbe. Elviszünk mindent. A szomszédból elviszünk mindent. Még a romlott húst is. Szomszédulunk egyet. Milyen rendes vagyok. Jó, már nem fér több dolog. A fű az ott marad. Meg a multivolter is. Gomba, gyerekem. Gomba! Jó, maradjon, nem számít. Most én nem azért jöttem át egyébként, hogy itt nagy drága lootokat összeszedjek, hanem csak hogy... hogy körülnézek egy kicsit, hogy mi van itt mégis. Egyébként szoktak robbanni itt ilyen aknák. Remélem, hogy kilútoltam, hogy nem lett kevesebb zombit. Akkor ennek nem örülnék. Jó van, Franco. Na, megyünk haza. Jaj, ott lesz majd olyan magasságban egy gyerkély, baromi jól fog kinézni. Esküszöm, imádom ezt a helyet. Tényleg nagyon... Szerelmes lettem ebbe a bázisba. Már most. Hát ennél jobb, egyszerűen nem tudok jobban elképzelni. Nem azért, mert én csinálom, hanem hogy ilyen a hangulatok szempontjából. Na jó, el is búcsúzom, köszönöm szépen figyelmet. Nagyon-nagyon élvezem a játékot, remélem, hogy ti is, nektek is tetszik az irány, amelyre haladunk. Miért nincs itt egy zombi? Úgy lelőném. Nem hiszem el, hogy a kiégett földön hol vannak a zombik. Sőt, azt is csináltam, kicsit kipucolom az erdőt, és akkor jobban látom majd a zombiket. Jó, hát nagyon élvezem. Madárka. Szállott rája. Ez az, amit soha nem találok el. Na jó van, elbúcsúzom, srác, nem látok zombit. A...
megint szomjasok vagyunk. Folytatás következik. Nyomjuk neki 1000-rel. Építkezünk. Tipek, trükkök jöhetnek. Ha gondoljátok. Ez vagy szuper. Imádom. Esküszöm. Na, tényleg, gyönyörködök itt benne. Köszi szépen a figyelmet. Jókor legyetek. Csácsóbi csőtésztát.